Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Új igazgatót neveztek ki a Tolnai Fusz János zeneiskola élére. Mátené Hepp Andrea 13 éve dolgozik az intézményben fuvola tanárként, most viszont nagyobb a bérokra tört, és 2025. augusztusáig ő lesz az intézmény megbízott vezetője. Félelmeiről és terveiről beszélt stábunknak. Eddig csak fuvola tanárként vett részt a zeneiskola életében, most azonban már ő végzi el a vezetői teendőket is. Mátené Hepp Andrea lett ugyanis a Fusz János zeneiskola megbízott igazgatója. De hogy is történt mindez? A Fritz Erika, a tagi intézményvezető, akkor ő keresett meg először, első ízben, hogy érdekele ez a pozíció, akkor rögtön hárítottam, hogy nem. Nem éreztem úgy, hogy én ilyen babérókra szeretnék törni. Aztán a kollégáim, a pedagógusok kezdték el nyúzni a fülemet, hogy de igenis, hogy ezt csináld meg az iskolát, és próbáljuk meg, mert milyen jó lenne, hogyha így a mi kis belső atmoszféránk, a mi kis belső világunk így megmaradna. Elgondolkodtam rajta, megbeszéltem a családommal, és végül belevágtam. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát kellett tennie ahhoz, hogy ő lehessen az intézmény vezetője. Az eredetileg 2 éves képzést gyorsítva 1 év alatt tette le. A Tolnai Zeneiskola azonban nem újdonság az életében. 2007. szeptemberétől tanítok fuvolát. Az unokatestvérem Hepp Attila hívott, vagyis hát ő ajánlott be az Erikánál, akkor én még utolsóéves egyetemista voltam, hogy van lehetőség arra, hogy félállásba tanítsak, úgyhogy az utolsó évemet azt már az egyetem utolsó éveit már itt töltöttem, és azóta gyakorlatilag aktív tagja vagyok a tantestületnek. Szekszárdon is tanítottam a Liszt Ferenc zeneiskolában, addig, amíg nem született meg az első kisfiam, de a szívem az ide húzott Tolnára, tehát én itt érzem jól magam, Szekszáron is nagyon szerettem dolgozni, de valahogy én itt találtam meg az én kis világomat. Természetesen tervei is vannak az új igazgatónak, de azt mondja, most az a legfontosabb, hogy meg tudják tartani a tanítványaikat és tanáraikat. Azonban beavatott minket a távlati tervekbe is. Hát az zongora tanszak az egy nagyon sarkalatos probléma nálunk, mert a évek óta kisegít nálunk a Dobai Tamásné Zsuzsa néni. Nincs egészállásos zongora tanárunk, csak félállásban dolgoznak. Selejló Szandra Bonyhádról jön hozzánk, illetve Juhász Dorina is Bonyhádról, illetve Pécsi Egyetemen most utolsó éves hallgató, és ő jár le még hozzánk félállásban tanítani óraadóként. Úgyhogy a terv az az lenne, hogy hosszú távra egy egészállásos, kinevezéses zongoratanárt biztosítani. Szeretnénk természetesen Szandrával is tovább dolgozni, a Dorinával is. A Zsuzsa néni már évek óta kisegít minket, úgyhogy nagyon szeretjünk mindenki, tehát mi velük is nagyon szeretünk együtt dolgozni, de a cél az az, hogy hosszú távra zongoratanárunk legyen. Az én szívem vágya az, hogy az ének, a magánének szak, azt be tudjuk hozni a suliba. Elég sokszor kapunk olyan telefonhívást, kérdeznek és érdeklődnek, hogy lehetne énekelni nálunk. Ilyenkor mindig csak azt tudjuk mondani, hogy igen, kórus van, de kell mellé egy fő tárgyszak. Vagy zongora, vagy fuvola, vagy gitár, bármilyen fuvos tanszakon, bármit lehet, de magánének szak az nincs. És azt általában a nagyobb gyerekek szoktak énekelni, és nagyon sokszor előfordul az, hogy idő előtt abba hagyják a gyerekek a tanulmányaikat, lealapvizsgáznak, és utána már nem éreznek esetleg magukban már vágyat, hogy tovább csinálják, tovább zenéljenek. Ez megint csak egy jó lehetőség arra, hogy egy kicsit kipróbálják magukat más téren is. Főleg azok a gyerekek, akik még kórusban is énekelnek, ők szeretnének továbbra is. És hogy hogyan érzi magát vezetőként? Ez a 3. hét, és most már érzem a felelősség súlyát eléggé, és hogy sokszor jönnek váratlan feladatok, hogy nem csak azokat a feladatokat kell elvégezni, amik e-mailben kapunk esetleg, vagy e-mailben jönnek, hanem jönnek a telefonhívások, hogy ez is, ez történt, ezt most azonnal oldjuk meg, és most nehéz, most még nehéz,
és fáradt vagyok. Tehát fáradt most egy kicsit. Én optimista vagyok, úgyhogy most a feladatunk majd az lesz, hogy valami, szintén valami jó programot kitalálni, illetve valami online videókat, vagy valami karantén jellegű videókat kitalálni, hogy ha nem jöhetnek be hangszerbemutatóra, nyílt napra a kisgyerekek, akkor milyen módon hozzuk újra őket ide be, tehát az új tanítványok toborzása, az új gyerekek, az fontos. Az új igazgatót megbízási szerződéssel 2025. augusztusáig nevezték ki. Odor János, a szekszárdi Vosinszky-Mor megyei múzeum igazgatója eredendően Simontornyáról származik. Tolna az évek során második otthonává lett. Mint történelemmel foglalkozó ember a város emlékeit is kutatta. Odor János mielőtt tolnaivá lett, Simontornya környékén élte az életét. Aztán a családalapítás a Duna partjára hozta, és ez a városhoz való kötődését is jelentette. Immár 24 éve él itt. A szülőfölddel egy kicsit ilyen ambivalens vagyok, olyan értelemben, hogy nem feltétlen kötődik egy adott településhez, bár alapvetően az, ahol az ember felnőtt, ahhoz azt szokta úgymond klasszikusan szülőföldként, és ilyen értelemben talán Simontornya az, ami egyfajta örök szerelem vagy vágyódás, de ez leginkább a gyerekkor miatt van. De Tolna, az mint választott lakóhelyem, az már nagyon régóta érdekel történelmileg is, de maga van egyfajta megkapó szépsége, ami az első pillanatban is már látszott, ami a sok színűségében rejtekezik, legalábbis az én meglátásom szerint nagyon sok kis mozaikszerű részből tevődik össze, és ami számomra mindig is fontos volt, az a történelem az adott településen, illetve az ahhoz való viszonya a helyben lakóknak. És ez Tolnán azt gondolom, hogy abszolút mértékben megfogható, és emiatt hát menet közben természetesen, ahogy az ember egy településen lakik, azért sok ismerőse, barátja is adódik, akad. Nálam és nálunk is ez nem volt másként. Valahogy egy picit más minőség, hogyha valaki választ magának egy lakóhelyet, mert ahhoz azért mégis egyfajta tudatosságot lehet feltételezni. A kép, ami kialakult az ideköltözésünkkor, folyamatosan változik az évek folyamán, meséli. Úgy gondolom, hogy kiteljesedett, tehát részben a történelmi ismereteknek a kibővülésével, mert valamilyen szinten azért elkezdtem Tolnával is foglalkozni, bár hivatalosan én népvándorláskorral foglalkozom, Tolnának pedig, ami nagyon emblematikus és erős történelmi időszak, az a középkor. De jó pár kérdés volt, ami menet közben fölmerült. Ástam is Tolnán a belterületen, Selyemgyár területén egy 16-18. Századi temetőt, meg egy kis középkori kápolnát, és ennek apropóján is azért csak elővettem a régebbi Tolnáról szóló szakmai írásokat is, és azt gondolom, hogy emiatt így bele is dolgoztam valamelyest magam Tolnának a történelmében. Nem azt mondom, hogy én ismerem legjobban, de mindig is nagyra becsültem azokat a helytörténeti munkákat, más településeken is, amik magas színvonalon készültek el. És a 1990-ben, azt hiszem, akkor jelent meg Tolna város monográfia, egy ilyen szintű kiadvány, nagyon sok szerzőnek a tanulmányából épül össze, és pont ez a korai időszakokra vonatkozók, Szakály Ferenc munkája például, Glósz József, igazán kiválóak, és ezekből mai napig is azt gondolom tanulni lehet. Valóban mindig így van, hogyha valaki egy adott településre beleszületik, vagy ott él, akkor nem feltétlen veszi észre azokat a meglévő értékeket, amelyel az adott település rendelkezik. Tehát Tolna esetében azt gondolom ilyen maga a természeti környezet, és itt most nem csak a Dunapartra gondolok így klasszikusan, de az épített környezetet, dettó, ide sorolom, illetve maguk azok a működő közösségek is, amelyek nagyon sokat tudnak tenni egy település szellemi életéért. És én amennyire meg tudom ítélni, vagy amennyire tapasztalatom van, Tolnán ez nagyon erőteljes, és a hagyományőrzésben is igazán kiemelkedik. Úgy Tolnán, mind úgy a Mözsi részre vonatkozólag. Ez számomra egyébként imponál. Amikor megalakult a Tolnai Városvédő Egyesület 1998 környékén, a helytörténéttel foglalkozók megkeresték Odor Jánost, legyen részese a munkának. Sokan emlékeznek arra, hogy a város központjában az egykori gimnázium épülete
mögötti zeneiskola, ami valamikor Ferences Kolostor volt a 18-19. Században, hogy ott annak a földszinti részén sikerült egy helytörténeti kiállítást is létrehozni a múzeumnak a segítségével egyébként, és hát ez a helyi átszervezések miatt, amikor az óvoda oda került, akkor lebontásra került, és ez az anyag egyébként ide bekerült a múzeumba, és hogy ez a mai napig is nem került újra bemutatásra. Természetesen a múzeum továbbra is bármikor és készséggel, hogyha megfelelő körülményeket lehetne ehhez biztosítani, akkor odaadná kiállításra ezeket a tolnai vonatkozású anyagokat. Minden esetre a 2000-es évek legelején akkor volt egy ilyen hullám, ami ezt akkor itt eredményezte. Tolna megyei példákból kiindulva, hogy Tolnánál kisebb településeken is, mondjuk igaz, inkább tájházok formájában, de léteznek helyi kiállítások, helyi anyagoknak a bemutatása. Tehát Tolna egy picit pont egy ilyen átmeneti méretű település a nagyobb kisváros és a kisebb települések között. Mindenképpen elférne a palettán, tehát a kulturális kínálatban, és hogyha ezt valamilyen módon össze lehetne fogni az egyéb látnivalókkal, ez valóban tudná szolgálni akár a turizmusnak az ügyét is, de hát minden mindenne összefügg, és én nem szeretnék ebbe úgy véleményt formálni, hogy most kellene vagy sem. Majd az idő ezt el fogja dönteni, ha és amennyiben lesz rá egy olyan méltó épület, lesz rá anyagi szándék, mert politikai szándék nyilván megvan, és mindig is megvolt egyébként, tehát azt azért lehetett tudni, tehát mindig is elmondták Tolna vezetői korábbi időszakban is, hogy ezt a kiállítás ügyét például nagyon is pártolnak, akár úgy, hogy valamilyen módon visszaépüljön. Tehát igen, én reménykedem abban, hogy azért előbb-utóbb ez meg tud majd újra valósulni. Oldod János a kutatások és az intézményvezetés mellett az írással is foglalkozik. Több novellája jelent már meg, melyek között van olyan, amelynek önéletrajzi vonatkozása is vannak. Valószínűleg előbb-utóbb jelenlegi lakhelyem is szerephez jut majd valamelyik írásomban, mondja. Most rövid reklám következik, majd Baksainé Kenesei Évához látogatunk, aki nemrégiben vehetett át oklevelet 40 éves pedagógiai munkájának elismeréseként. Mindjárt jövünk, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Minden kedves nézőt, diákot, szülőt egyaránt nagyon nagy szeretettel köszöntök a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumból. Aki még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne csinálni majd a jövőben, mivel szeretne foglalkozni, illetve ezt várjuk nagyon nagy szeretettel azokat a diákokat, akik szeretnék, ha odafigyelnének rájuk, akik szeretnék megkapni további fejlődésükhöz a szükséges egyéni odafigyelést, támogatást és természetesen kiváló oktatást. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk tehát a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Folytatjuk is a Telena magazint. A következő percekben egy bizonyára sokuk által ismert, számomra nagyon kedves emberrel készült beszélgetésünket láthatják. Baksainé Kenesei Évánál annak apropóján jártunk, hogy közel 40 év után tavaly évvégén vonult nyugdíjba. Éva kezei között 39 év alatt nagyon sok tolnai kisgyerek megfordult.
Képek egy igazán szép tanítói karrier emlékeiből. A felvételeken a gyerekek társaságában Baksainé Kenesei Éva látható. Őt nyilván keveseknek kell bemutatni Tolnán, hiszen a nagycsaládosok egykori elnökét bizonyára sokan ismerik, mint önkormányzati képviselőt és egykori tanítót is. 1977-ben végeztem a gimnáziumban, és akkor indult Szekszárdon a tanítóképző főiskola, tehát mi voltunk az első évfolyama. 80-ban végeztem, 80-tól 81-ig a Faddi általános iskolában tanítottam elsősöket, és akkor volt lehetőségem, volt szabadhely Tolnán az első szám, akkor még első szám általános iskolában, és 81-ben idejöttem tanítani, és egész 2020 március 13-áig, mert ugye 16-án kezdtük az online oktatást, tehát addig jártam be az iskolába, utána ugye kezdődött az online oktatás, szeptembertől már a felmentési időmet töltöttem, és igazából december 17-től vagyok nyugdíjas. Baksainé Kenesei Éva tehát 39 évet tanított Tolnán, abban az iskolában, ahol ő maga is tanult gyerekként, és ahol az édesapja is tanító volt. És bár karrierje során voltak nehézségek, visszagondolva azt mondja, végig imádta munkája minden percét, hiszen gyerekekkel foglalkozhatott, azt tehette, amit már kislányként is akart. Egy pedagógus, főleg alsóban, tehát én most arról tudok beszélni a kicsiknél, valahol anyának is kell lenni. Nagyon sokszor volt az, és én erre büszke vagyok, és mondtam is a kolléganőmnek is, mint mondom, ez olyan jó, hogy mit a második nap odaszalad, és azt mondja, hogy anya. Hát mondom, az anya az ő neki a legnagyobb kincse. Na most, hogyha egy első osztályban ilyen megtörténik pár nap után, az azt jelenti, hogy elfogadott a gyerek, és ez nagyon fontos. Bár most már ritkábban találkozik egykori tanítványaival, Éva mégis azt mondja, most végre lesz ideje olyan alkalmakon is részt venni a gyerekekkel, amikre korábban munkája miatt nem volt ideje. Ebben van is egy kis lelkiismeret furdalásom, de lehet, hogy most majd be tudom pótolni, hogy nagyon sok helyre nem tudtam elmenni, ahova szerettem volna, hogy megnézem a gyerekeket, de mindig valami közbe jött. De most már talán ezt be tudom pótolni, és amíg meghívnak, akkor el fogok menni egy kézi meccsre, vagy egy bemutatóra, mert ez fontos. Elmondta egy kis tanítványunk, aki most már azt hiszem hetedikes vagy nyolcadikos, hetedikes, mert most vagyunk harmadikosok, hogy anno úgymond ráfogták, hogy ő megvert valakit, és én kijöttem az osztályból, és bekopogtam vele a másik osztályba, és tisztáztuk, és a mai napig emlékszik rá, úgymond nagyfiúként, hogy tehát amit az előbb is mondtam, hogy igen, fontos, nagyon fontos a gyerekeket meghallgatni, és úgymond az ő kis sérelmeiket is kinyomozni, utána járni, hogy hogy volt, mert mondom, a mai napig emlékezett rá, és ezzel köszöntő el, hogy ő milyen hálás volt, mert ő rá húzták azt, hogy ő valakit megvert, és nem volt igaz, és akkor mentem, és kinyomoztuk. A koronavírus járvány némileg áthúzta Éva terveit. A digitális oktatásra való átállás ugyanis megnehezítette az egykori kollégáktól, tanítványoktól való elköszönést. Ennek ellenére az iskola pedagógiai közössége igyekezett méltó módon elköszönni a pihenő éveit megkezdő kollégájuktól, sőt a tankerület Éva közel 40 éves tanítói munkáját is elismerte tavaly év végén. Mondtam a kollégáimnak is mindig, hogy nem azt mondom, hogy most meghalni megy el az, aki nyugdíjba, mert hanem valaminek vége. A folytatás másmilyen lesz. Hát tényleg most ez a vírus helyzet teljesen átírta a folytatást is, mert a folytatás se így gondoltam, de hát, hogy valahol azért nyomon követték az ember pályáját meg. Hát nem tudom, hogy mennyire jellemző, de azért a mostani helyzetet az is figyelemmel kísérem, meg a gyerekeim által is látom. De azért egy munkahelyen lehúzni, hát egy év kivételével. Apukám is itt tanított, én is, tehát ebbe az iskolába jártam én is, ebbe az iskolába jártak a gyerekeim is. Ebben az iskolába tanítottam le a 40-39 évemet, tehát jó érzés volt. Az egykori tanító persze hülyen önmagához most a nyugdíjas évei elején sem tétlenkedik. Éva egyelőre igyekszik a pihenés minden percét kiélvezni, és olyan dolgokkal tölteni az időt, amikre korábban nem volt ideje. Egy percet se unatkoztam még, amióta itthon vagyok. Lassan, nem azt mondom, hogy minden, de lassan kezdem tudni bepótolni azokat a dolgokat, amit nem sikerült eddig, és
Hát édesanyám gondozása is, tehát sokkal több időt vesz igénybe már, és hála isteni többet is tudok nála lenni, és úgy érzem, hogy akkor így azért jobb a helyzet, mint amikor futni kellett az iskolába, vagy a nagycsaládosra. Így megvan, hogy naponta hányszor megyek, főzök. Van, tehát mindig, nem unatkoztam, de úgy érzem, hogy én nem is fogok soha unatkozni, mert mindig van valami. Az ismert okok miatt nézők nélkül zajlott le a futsal NB1-ben sorra kerülő megyei presztízs csata, a szekszárdi UFC Tolnamözs éppen soros találkozója. Több kulcsjátékos hiányzott mindkét csapatból, ami a játék színvonalára negatív hatással volt. A Tolnamözs fölényét sokáig nem tudta gólra váltani, ám az utolsó két percben meg tudták szerezni a számukra oly fontos győzelmet. A kék mezben pályára lépő Tolnamöst ezen a meccsen irányító másodedző Rebeland Gábor nem számíthatott a csapat egyik motorjára, Horváth Hannára, és a szintén alapembernek számító Bajcsi Krisztinára és Szőlősi Alexandrára sem. Érdekes, roppant küzdelmes 2x20 percet láthattunk. Már-már úgy tűnt, hogy a futzálban oly ritka, gól nélküli döntetlennel zárul a megyei derbi, de az utolsó két perc bizony hozott változást. Szalkai Kitti, a Tolnamözsiek tapasztalt játékosa gondolt egyet, és egy pattanás után legalább 12 méterről rátüzelt a szekszárdiak kapujára. A remek és helyzetlövést nem láthatta a takarás miatt a szekszárdiak Zombáról igazolt igen fiatal kapusa Kerekes, aki egyébként magának szép jövőt sejtető bravúrokat mutatott be az egész mérkőzésen. De itt és most kapitulált. A szekszárda a hátralévő egy percben taktikát váltva egész pályán letámadva rohamozott, és abból a tűzijátékból, amit rendeztek a tolnamezsi kapu előtt, nos azokból egy szemfüles játékos egyenlíthetett volna, de ilyen az utolsó lövéseknél egy sem akadt az újra Magyar Kupa 4-es döntős és egyben címvédő sokra hivatott szekszárdi csapatban. Nagyon jól zártam, védekezett a szekszárd. Volt azért átlövés próbálkozásunk, de mindre kiléptek, blokkoltak, vagy a kapus védett. Itt van egy-két rutinos játékos, ezt így muszáj volt megoldanunk. Tudtuk, hogy fontos meccs, küzdöttünk, hajtottuk, bíztunk benne, hogy ezt be fogjuk tudni húzni. Nagyon fontos 3 pont volt most ez. A vezető edzőt, Bici Gábort helyettesítő másodedző, Rebeland Gábor hitt az utolsó perces gólban, de a látottak alapján nagy tétben nem mert volna fogadni erre. Furcsa ezt mondani futszálba, hogy egy gólos mérkőzés volt, de ez tényleg tipikusan az volt. Nagyon nehéz ilyen csapat ellen játszani, akik igazából szinte csak a védekezésre helyezik a hangsúlyt, és megszállják a kapu előtt a területüket. Ezek azért nehézek ezek a meccsek, mert az elején nem tudunk gólt találni, akkor egy ilyen mérkőzés kerekedik belőle, de végig hittünk végig a győzelemben, és hál' Istennek a végén sikerült betalálnunk. Jobban benne volt a mérkőzésben szerintem is a döntetlen. Hát mindegy, itt hibáztunk egyet sajnos, így elment a kapusomra, nem mondhatom ki semmit, mert igen, ez ki volt lőve úgy a sarokba, hogy kell. Tehát ezzel igazából nem is volt probléma. A végén ott viszont érzek ott, mikor az ellenfél ugye eladta a labdát, és ott ugye egy az egybe ott üres kapura rá kellett volna fordulni, és azt egy kicsit higgadtabban kellett volna, de ez is a rutintalanság igazából. Úgyhogy... A szekszárdiaknak jó gyakorló meccs volt a Magyar Kupa 4-es döntőjére készülve, és a bajnokságban a biztos megmaradás elérésére ez. A Tolnamözsnek pedig a felsőházi rájátszásba kerülésre, sőt Horváth Hannával, Szőlősivel, Bajcsival kiegészülve bárki ellen esélyes lehet ez a mostani csapat a végjátékban. Hál' Isten létszámgondunk nincs, az edzés munkán is ez látszik, jó létszámban tudunk edzeni. Meg kell küzdeni a játékpercekért is, meg kell küzdeni az összes meccsért. Úgy gondolom, hogy van esélyünk a felsőházra, de nagyon szoros lesz a mezőny. Reménykedhetünk abban is, mi szurkolók, hogy a következő megyei futzál klasszikust már nézők előtt rendezik. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!